Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket. Szeretném önöket meghívni a 4. A osztály tantermébe. Tekintsék meg, mi hogyan és mivel töltjük délelőttjeinket. Ekete, pekete, cukot a pé, ábe, bábe, dominé, csiszi A, csiszi B, csiszi, csoszi, kombó D. Jó. Buti? Egész osztály rajta. Nem ettem én ma egy helyem a dalt, csak egy köcsög aludteje, azt is csak úgy talán nélkül, nem élek én alán nélkül. Ügyesek voltatok. Egy barkóba játékkal fogjuk kezdeni. Egy sort kihagysz a cím alatt. Mi volt a harmadik, Dorka? Egerek veszedelme. Egerek. Hát én nem erre gondoltam, de az is valóban, Anna. Macska. Macska. Ki az, aki a macskát írta? Van egy cica is jó. Cica is jó, igen. Jó, figyelj rám. Mi volt az utolsó? Buti? Szerkezet, mely reggel csengekre felkel. Ébresztő. Jaj, de ügyes. Jó, Bogi? Felül a 10-én fogtam el a kismacskán az első engeret. Jaj, de jó kis mondat volt. Nézzük az utolsót. Rigi? 10:12 ébresztett az óra. Jó. Nézzük rajta. Zizek a dudorász, fakerítés, zuzmarás, borzas tollú madara, keresik a magvakat, egyre jobban havazik, kereshetik tavaszig. Nagyon ügyesek voltatok. Rakjátok ki a verset, ismerős a vers, viszont mi segíthet még benneteket abban, hogy megtaláljátok, melyik sor melyikhez illeszkedik? Hát a rím. Nagyon jó. Akkor a rímeket kellene figyelgetnünk, és próbáljátok meg kirakni a verset. Esetleg, ha valaki rájön, hogy kinek és milyen című versét raktam oda. Nemes Nagy Ágnes Hóesésben című verse. Anna, olvast fel. Szakad a hó nagy csomóban, veréb mászkál lent a hóban. Veréb, elment az eszed, a hóesés betemet. Nem is ugrálsz, araszolsz, hóesésben vacakolsz. Fölfújtad a tollodat, ázott pamut gombolyag. Mi kell neked? Fatető? Fatető. Deszka madáretető. Három. Három. Kettő. Jó. Ez 40, és akkor 400. Három. Jó. 40x7? 280. Ú, de gyors voltam. 70x7? 4900. Nagyon ügyes. 80x7? 560. Kapnak egy újat. 9x80? 7000. Ú, de gyors voltam. Utolsó. Előtti kör. Figyeljetek. Na nézzük, akkor egy kicsit összetett lesz. 30x3x3. Figyelj! 40x4x2. 320. Ügyes vagy. Utolsó forduló. Figyelj! Döntő. Na, valami nagyon-nagyon jót mondjunk. 1000 felében az 5. 100. Szuper ügyes! Nagyon ügyes vagy. Párban fogtok dolgozni. Levike meg olyan ügyes, hogy most egyedül, jó? Mit állapítottunk meg? Az oldalak és a szögek összefüggéséről. A szögek és az oldalak a szám ugyanannyi. Nagyon ügyes vagy, jó?